Dopingvédséggel gyanúsítják Kenderesi Tamást, a 2016-os riói olimpia bronzérmes úszóját. A sportoló a közösségi médiában reagált és tagadja a dopingvádakat. A Magyar Antidopping Csoport ügyvezetője szerint az írás ellentmondásos, a Kenderesi által emlegetett adminisztrációs hibát pedig csak ő maga követhette el. Hát azért elfáradtam, rám félne egy-két sajtburesz. Így értékelte teljesítményét Kenderesi Tamás 2016-ban, miután bronzérmes lett 200 méteres pillangóúszásban a riói olimpián. A 26 éves sportoló ellen nemrég dopingeljárás indult. Az úszó az ügyben a saját Facebook oldalán közleményt jelentetett meg, amelyben tagadja a dopingvádakat. Kenderesi Tamás állítása szerint ugyanis tavaly áprilisban véradáson volt, másnap pedig doping ellenőrök vettek tőle mintát. Ő a doping ellenőr dokumentumra véradást írt. Állítása szerint azonban valaki tévedésből vérátömlesztést jegyzett fel a minta ellenőrzésekor. A Magyar Antidopping Csoport ügyvezetője úgy véli, az írás több ellentmondást is tartalmaz. Kizárólag ő volt az, aki ezt bediktálhatta, nem a doping ellenőr írja be magától. A sportoló a mintavétel végén végigolvassa az általa szolgáltatott adatokat, és az aláírásával hitelesíti, hogy ezek mind a valóságnak megfelelnek. Tehát jelen volt, tudja, hogy mi van az űrlapon, az adminisztráció hibát nem követhette el más, csak ő. Tiszeker Ágnes hozzátette, nonsens Kenderesi azon állítása, hogy a vérmintáit 39 fokban hűtés nélkül szállították a laboratóriumba, majd romlott állapotban vizsgálták meg. Azzal kezdi a WADA akkreditált laboratórium, hogy amikor megérkeznek a vérminták, akkor megnézi, hogy milyen állapotban vannak, és azonnal visszaigazolja, minden egyes vérmintáról van egy dokumentum, amit a laboratórium aláír, és deklarálja, hogy a minták analízisre kifogástalan állapotban érkeztek. Kerestük Kenderesi Tamást és jogi képviselőjét is, de nem akartak nyilatkozni. Az ügyben háromtagú független orvosszakértőkből és jogászokból álló bizottság fog dönteni. Ha az úszót elmarasztalják, fellebbezhet.